Sziasztok, Foci vagyok, és szeretném bemutatni nektek a következő videómat az Armored Warfare világából. A megtekintéshez mindenkinek jó szórakozást kívánok. Most ismét egy videót fogunk megnézni, kell egy csapat sorozathoz. Itt kivételesen be lesz kapcsolva a webkamerám, mivel újra kellett telepítenem a videókártya driverét, és utána reszetelte a beállításokat a felvevő program is. Látható, hogy meccs előtt nem nagyon koncentráltam rá a meccsre, ezen a feleségemnek kellett valamit segítenem. De én miért elkezdődik a meccs, visszaérek. M60A3 Ice-szal fogunk menni. Csapatonként van egy darab Tier 6-os is, és összesen 4 darab Tier 3-os, többiek mind 5-ösek. Tehát elméletileg ez lehetne egy egész jó meccs is. És el is indulunk. Ezen a pályán MBT-vel lent a finomító környéket érdemes megcélozni. Mivel viszonylag jó cső lehajlásom így a I0 környékén van egy pozíció, onnan elég jól lehet fedezni. Az 1 és 2-es nullás vonalat komplett. A meccs elején megpróbálom elfoglalni ezt a pozíciót. Itt odafelé menet nagyon fontos, hogy azután itt átértünk ezen a hídon. Az útnak a túloldalán, a töltés túloldalán haladjunk, ez esetleg beérkező gyors járművek ne derítsenek fel minket rögtön, és ne kapjunk az oldalomba lövést. Itt most az egészen eddig a kis kiemelkedésig a fa után megy is, ott egyből le kell fordulni balra. Itt sokszor van egy jól játszott gyors jármű a túloldalon, már felszpatolnak minket. És sokszor fütyülnek már lövések, de most még csak meg se láttak. Itt szépen igyekszünk annyira lemaradni, mennyire megy. Most itt elkezdődött, hogy a torony tetejét látnák, ha itt lennének, de egyelőre nem spotol minket senki. Így szép nyugodtan mehetünk kitűzött célunk felé. Itt próbálunk rápítjegni a T-72-ről, hogy talán mégis hagyja el a bázis, mert már több mint egy perc, lassan másfél perc megy a meccs, jól lenne eldönteni, merre mozog. Őt meg is teszik. Barátságosan azért még az utolsó kockával pályán rákattint, nem tudni mire szállni, vagy esetleg az artit szeretné őre hívni, vagy mondja az elképzelését, hogy inkább ott áll. És ott is a kő, ami mögé igyekszünk. Ezen a finomítóban feltűnnek a minimetron az első ellenséges harckocsik. Befordulunk és felnézünk. Ebben a pillanatban meg is látnak, úgyhogy dombot kihasználva tolat, ha visszamegyünk, oda fordítjuk a homlokpáncélunkat és felnézünk újra. Itt látjuk, hogy egy ugyanilyen harcosra felszerelt játékos van velünk szemben, itt a parancsnoki kupolán sikerül meglőni, a parancsnok is sérül. Jó, hogy még ránk se lőttek. Betöltöttünk egy következő lövést, itt egy Leo 1A5, egész szerencsétlen módon lövegpajzsot találjuk el, így ezt nem ütjük át. Neki jön újra, ránk lő valószínűleg repesszel vagy hittel, ezt megfogja reaktívpán célunk. Be is mondja a játék, hogy reaktívpán célzott lövést megfogott. És itt 60 HP-n ott maradt, hogy meglátjuk, hogy itt az ellenfél tírhatosa. Itt fontos lenne neki kapcsolni, mert jó esélye a Vilkiklánból lehet akár jó játékos is. Ez a mörkedésön, tehát fullos legénységgel rendelkezik, szóval mind a két lövéssel sikerül lánszalpat lőni neki. Így ő már nem hagyja el azt a pozíciót, és komoly előnyt kikapcsoltuk az egyetlen tírhatós harckocsijukat. Látjuk, a finomítóban nem sok minden lehet, viszont a túloldal komplettel esett. Ez egy rövid gondolkodás után hát még feltűnik valami úgy dönt, hogy betörünk a finomítóba, és próbáljuk csökkent az ellenfél létszámot, mert a túloldalról ide érnének. 9-13-ra vezetnek. Itt a másik M60A3, ugye ugyanaz a típusú harckocsi van felszerelve, mint mi. Lényegesen kevesebb a HP-ja. Neked a T-72-nek az elején olyan bátran kattingat, azért kilövi. És itt meglepjük hátulról, innen már nem fog elmenni. Ugye ott megszélozzuk a motortér hűtő felületét. Itt ugye nagyobb sebzés, a kritikus találat miatt, és az utolsó 45 HP-ról kilövik. Jöjjön, elrepül a tornyos lángból.
akkor haladjunk befelé a finomító belseje felé, hogy jobban nyílt területről ne tudjanak minket egyszerűen oldalba lőni. Itt az épületek között kisebb az esélye, hogy egyszerre több oldalról vegyenek minket tűz alá. 7-10 dolog nem lehetetlen, hiszen van még két shifty, nem kell ötünk, rengeteg HP-val és egy viszonylag magas DPM-mel rendelkeznek. Rájuk számít, hogy itt a meccs későbbi során, amiről kiderül, hogy komoly hiba volt. Egy BMD egy bekerült a soraink közé, őt el kellene kapni, és ha mögén kerül, akkor komoly fájdalmat tud okozni. Viszont szerencsére már kapja a csapattársaktól, de nem szeretném semmiképp sem, ha elfut. Ezért itt fölfelé menet a csövön át próbálom meglőni, de valahol közvetlen mellé csapódik, és próbál eltűnni. Még sikerült elcsépni, mielőtt átért volna a dombhajlaton, és akkor jönnek ő a finomítóba. Lehet, hogy leggyorsan odafordítjuk a homlokpáncért, elbújik a betonfedezék mögött, de hátul kilóg a motort, éri oda beviszünk egy találatot, és elindulunk rájuk előre, hiszen kis HP és harckocsik vannak előttünk. Három harckocsot vezet az ellenfél, ezt gyorsan ki lehet megjelíteni. Segítséget kérek, és kattintok is a két chieftainnek, hogy mozogjanak előre, mert hárman itt ezt a részt simán kipucoljuk. Itt az egyik új prémium harc, a kínai vézőt, alul átlőjük, viszont ő is átlő minket. Megpróbálunk ködötlőni dollarra, úgy lát a chieftain. És közben kapjuk szemre lövéseket. Tolatunk vissza. Viszont ide a hűtők meg már nem tudnánk visszatolatni, mert azt teljesen keresztbe kell fordulni. Az egyetlen cél az, hogy még legalább egy-két lövésbe lőjünk. Toronygyűrűn át is lőjük az M63-at. Töltünk, de már nem sikerül. És akkor nézzük mindenkező misinálat. Megköszönöm a csapatnak, hogy ismét segítettek. Ez volt az a délelőtt, ahol 6 csatát veszettem egymás után. És 3000 fölötti sebzés lőttem végig T-rödben. Féltjön előre a csífté. Lő egyet a semmibe. Tolat. Megáll, félozgat, kap egyet, előre megy, visszamegy, teljes látszik határon tudja mi csinál, és meghal. Ennyi. Segített. Közben meghal kint a Slingfire. Nézzük a Foxot, ő is meghal. És van még az a chieftain, aki teljesen jól mondom lő egyet a semmibe, több mint 1000 HP-ja volt, és kinnált teljesen keresztbe a fedezék előtt, a plac közepén, és célozgatott. Most kijön, ismét teljesen keresztbe, meglövik. Célos, 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 cél, és meghal. Két harc is együtt még körülbelül 1500 HP lett volna, ha egy picit is előre mozogok, lesz meccset megnyerjük. Úgy gondolták, hogy hatással lesz, külön-külön meghalnak, és anélkül egy egyetlen harcot is kilőttek volna, elveszítjük a meccset. Nézzük az értékelést, hogy csapatom, akik biztosan úgy gondolják, hogy megtettek mindent a győzelemért, mit teljesítettek. Várjuk, hogy visszatöltsünk a garázsba. Látjuk, hogy van egy ezüst medálunk, ami azt jelenti, hogy a legjobbak meg az összes csapatban. Van egy spotter érvünk, azt mi derítettük a legtöbbet. Az MBT-vel nem olyan jó, mert volt elég sok könnyű járművünk. És hát látjuk, hogy 3363 sebzés. Összesen hárman vagyunk, akinek 4 a sebzése, és abból egy van 2000, egy pedig 1000 fölött. Viszont mint látjuk, itt vannak a chieftainek 795 sebzés, 353 sebzés. Tehát igazából nem olyan túlsod. Ezt a csatát ismét nem sok esélyünk volt megnyerni. Köszönöm a megtekintést, a következő videóig, sziasztok!